híres nevezetes tiszai partfürdő májustól szeptemberig a Szegedi Ős és a Vendégek nagy játszótere. Bár Szegedet a történelem vihara gyakran megtépázta, polgárai példaértékű hozzáállása miatt mindig képes volt felállni és tovább lépni. Mert a legjobb hal a bor, abban nincsen szálka, mondják Szegedében. Szegeden nincs már boszorkány. Azt mondom, ezzel fogunk föllépni. Jó napot kívánok. De várjál, tapsolni is kell. Mi van? Itt. De. Jó, teljes idióták vagyunk. Jó napot kívánok mindenkinek, üdvözletünket küldjük. Nagy szeretettel mindenkinek. Éva néni csókolom. Puszilás van, nekem ez még itt nem áll. Jó, mindjárt. Milyen jó az öröksz, addig én is zörgök. Na, ezzel gondolkoztunk rajta, hogy ezt megújítjuk a citára, mint hangszer. És akkor ez lesz a mi új hangszerünk. Citera helyett mikrofonálványon fogunk fellépni. Még nem tudjuk, hogy hol, de egyelőre gyakorlunk. És Rugó akkor... játszik Gedzó. Köszönöm szépen, illetve Rugó játszik Garai Szakás László. Köszönjük szépen. Milyen darabokat játszunk? Apró darabokat? Ami eszünkbe jut. Apró darabokat fogunk játszani, mert hosszasan azt nem lehet kibírni épésze. Jó, nem voltunk múlt héten. Bizony nem voltunk. Irgalmatlan mennyiségű levelet kaptunk. Póstát. Tehát hányat kaptál? Egyet se nyilván. Szóval, hogy hozták a leveleket, öntötték itt zsákokba, meg minden. Elolvasgattuk őket, mindegyikre természetesen válaszoltunk, aki küldött. Mivel hogy egy sem volt így, nem kellett az miatt aggódnunk. De most már itt vagyunk teljes. Igen, és azért volt így, mert hogy a... Múlt héten én gyakorlatilag csak a kedvenc műsorszámokat tudtam volna előadni, a folyamatos és permanens köhögés, de egy egész adásra ezt azért még tőlem is túlzás lett volna végighallgatni. Veled meg az történt, hogy megjavult a műtő. Megjavult a műtő. Micsoda? Olyan műtő volt, hogy... Egyébként sem láttam látszani meg műtőből olyankor, csak egy ezt a nagy ízett fényt, amit majd oda pörkölnek. De az nem az alagút. Az nem. Úgyhogy én meglettem műtődve, nem tudom, mennyire látszik rajtam. Gyakorlatilag szinte semmi. Egy picit be van esve a fejem, de hát az ilyen, hogyha az ember pár napig nem eszik, akkor egy picit fogy. Jó, innen is puszilunk mindenkit, nagyon kedvesek, jó fejek voltak. Élménybeszámolót nem tartasz? Itt mindenkit szórakoztattál, és háromszor jó, rosszul lettem hát, már, mert a kollégák egyesével mindent mindig akartak aztán. Jó, akkor mondom, tehát hogy először is meg akartam köszönni mindenkinek, aki ottan bármit is csinált velem. Mindenki jó fej volt, mindenki normális, aranyos volt. Adj valami effektet. Ilyen. Megkapcsoljuk őket. Ami jár az el. Szóval, és a legjobb, hogy így nem tudták, hogy én ki vagyok. És az imádtam. Ezt imádom az ilyet. Azért szoktam elmenni, nem mint hogy ilyen kurva nagy lennek, híresség lennék, csak hogy nem tudták, és ezt én nagyon éltem. Mert hogy én azért szeretek elmenni Szegedről, mondom, ez nagyképű hangzik, és akkor, hogyha valaki annak tart, akkor nyugodtan innentől kezdve. De hogy így nincs az, hogy feleségemet tessék megkérdezni, imádja ezt, bármilyen, bárhova megyünk a városba, hamarosan jön borfesztivál, azt imádja a legjobban. És akkor megyünk, a Gedzó anyuka? 83 centiméterenként meg kell állni. Szevasz, Gedzó, műségem, szevasztok. És akkor bemutatom a feleségemet mindenkinek hatodjára. Már találkoztunk, jó, akkor volt, akivel nem tudtak, és ez történik. És nem tudunk leülni, és megint egy pohár bort nyugodtan, mert én köszöngetek embereknek. A feleségem utálja ezt. Na szóval, hogy így nem ismertek, és azt én nagyon éltem. És akkor az történt, hogy én bementem ottan hétfő reggel, le kell tusolni. Nagyon részletesen mondjam, vagy... Igen. Tehát le kell tusolni, igen, van egy ilyen speciális tusfürdő, ami olyan feltöltönítős valami. Természetesen előtte egy fél órával tusoltam, tehát gondoltam, hogy nem úgy megyek el otthonról, hogy nem. Mindegy, én ezzel is letusoltam, és akkor kaptam ott egy nagyon frankó pizsomát, majd mondták, hogy tessék várni, mindjárt jön egy beteghordos. Megjött a beteghord, azt hiszem Zsoltinak hívták, Zsoltit innen is üdvözlők. Lekísért oda a műtőbe. Na és akkor innen így... Tehát nem hordott, hanem kísért. Mondta, így van. Ott még lekísért. Mondta, hogy jó, akkor az történik, hogy így tessék lehet közni mindent, ami van.
és akkor fölfeküdni. És akkor van egy ilyen nagyon rutinos mozdulat, hogy te már, hogy így tolod le a gatyádat, mert ugye nincs alatta semmi, akkor azt már lefekszel, gatyát odaadod, és ráterítik, tehát hogy tök patentű ki van találva, hogy az ott hogy nézzen ki, hogy mégse ott egy szál semmiben rohangásszál. És akkor, amikor az megvan, megérkezett egy fiatalember egy borotfával a kezébe. Na, itt már azért megindult a fantázia nekem is, és akkor szépen így elkezdte így ezt azt a területet, ahonnan ugye a műtét zajlik, azt ott elkezdték borotfálni. Na most ugye, hát nem tudom ki mennyire mutogasson melyik kamerába hova, hogy én azért, én, hogyha van ilyen evolúciós elmetek, én a vajomtól származom. Ez hétszentség, tehát ez többen meg tudják erősíteni. Na most... Akkor a hátadat már nem kapottad le? Egy penge nem elégezni. Ott mondtam, hogy oké, haverom, jó, hogy jöttél. Gondolom ez nem hobbi, hanem ezt így muszájból kell csinálnod, de egy penge itt nem lesz elég. Úgyhogy ledurrantották a hasamról a szőrt. Nem láttam a hasamat szőr nélkül 14 éves korom óta, nem tudom, mikor kezdett el ott nőni a szőr. És akkor, na utána betolnak. Nem lát semmit, mert ugye olyan kumán csak a mennyezetet látod. A régen a Vészhelyzet című sorozatban voltak ilyen képek, hogy így tolják az embert, azt mennek a lámpák, csak azt látod. És akkor beérkeztünk, ott nagyon kedves hölgy asszisztense az altatorvosnak, meg az altatorvos is ott volt, akkor még ott dumágattunk. Nagyon jó, mert ugye a műtőbe nincs meleg, rajtad meg nincs ruha. Hát ez így eléggé jó összetett mutatvány. És akkor mondták, hogy jó, nem kell aggódni. Egyébként nem kértem ilyen nyugtatót. Annyugodt voltam, hogy fő. És mondták, hogy ne idegeskedjek, mondtam, hogy nekem kell nem idegesnek lenni, mondom, az orvos ne legyen ideges, mondtuk, ezzel már jók vagyunk. És akkor mondta, hogy tök normális a vérnyomásom, nem ment fő se, tehát hogy így tiszta büszke voltam magamra, hogy így ilyen zen pozícióba tudtam magamat helyezni. És akkor nyilván ott az történik, hogy és akkor most mindjárt az fog történni, hogy elfogal. És addigra már vége volt. Majd fölébredsz, akkor így nem nagyon tudod, hogy merre vagy. Tehát, mert egy új helyen ébredsz, tehát nem, nyilván nem ugyanott, hanem ilyen ébredezőben. És akkor ott volt egy fiatalember, így is nagyon kedves volt, ott lebeszéltük, hogy mi, hogy merre. Ne idegeskedjek, ne mozogjak, ne. Tehát, hogy elmondták az instrukciókat, és akkor föl is toltak azzal rendülettel az osztályra. Utána, miután látták, hogy hány dotok? 3. Nem is rossz ahhoz képest, hogy vak, tehát ezeket a típusú teszteket ott megcsináltak, és akkor engem gyorsan biztos toltak az osztályra. Ami kényelmetlen volt, hogy még mindig nem volt rajtam ruha. Ez biztos, hogy sokaknak ez ilyen, nem tudom, komfortzónán belül van. Nekem kívül esett ez a része, hogy ott fekszek, be vagyok takarva nyilván, tehát nem az van, hogy szanaszéjjel vannak ott a dolgaim, csak hogy még sincs rajtam semmi. És hát ez kicsit feszélyezett. Akkor vettem észre, hogy jön ki belőlem egy cső. Hát ez sem minden nap van, hanem így itt így, amelyik oldalról így kiszedik az embernek ezt a epeszerű mutatványt, akkor ott van egy ilyen cső, az ott ló ki egy ilyen kis zsákba, és hát amikor már odáig jut az ember, hogy egyrészt megpróbál fölkelni, mert mondjuk esetleg pisilni kell, mert ilyen tehát a WC használat a pisilésbe kimerül, maradjunk ennyiben, akarom szépen mondani, hogy nem kell más csinálni, csak ezt, mert nem nagyon lesz erre szükség. Viszont ki kell menni pisilni, akkor viszed magaddal a kis zsákodat, és akkor az a cső meg ott benned van. És igazából nem látod, mert levaragasztva. De hogy maga a tudat, hogy ott van egy cső, tehát hogy ami ilyen gumislagszerű, és hát a gumislaggal öntözni szoktak. Tehát, hogy így az embernek így végigmegy minden a fejébe, hogy ez így hogy és mit van. És akkor az ilyen kellemetlen volt. Ez hétfőn az így megvolt. János bácsi feküdt, mert ketten voltunk egy kórteremben. János bácsival feküdtem egybe, innen is üdvözletem, küldöm János bácsinak, ha minden jó megy, akkor ők már most így húsvétre hazaengedték, és most kellett neki visszamenni. Úgyhogy őt most műtik majd valamikor. Szóval, hogy ketten ott megbeszéltük, hogy mi, hogy merre, ő merre dolgozott, én mit csináltam még, és aztán találtunk közös pontot, ahol tudtunk szídni valakit éppen, úgyhogy az is megvolt. És akkor ezek így megtörténtek, az éjszakát az olyan volt, amilyen, és akkor másnap pedig jöttek, megkérdezték ismételten, hogy hány adatok, 3, tökéletes, és akkor mondták, hogy akkor jó, akkor hazad engedhetjük délután, sövet kiszedjük, meg nem tudom, még egy vért még vesznek, megnézzük, hogy abba találnak-e, nem tudom, pöttyös zsiráfokat, vagy valami, és akkor, ha nem, akkor mehetek haza. Nem találtak benne, hogy ezt a csövet kivettek. A csőkivétel volt egy izgalmas történet, mert azt így mondták, hogy ez egy kicsit ilyen fura, illetve kellemetlen is lehet.
Nem tudom, hogy egyébként, aki kivettem, hogy volt-e már benne ilyen cső, hogy honnan tudta azt, hogy ez kellemetlen, de hát ilyen az. Tehát egy húzzák kezembe, és így látod a bőröd alatt, hogy ott megy a cső, és az így... Egy kicsit... jó, oké. Kihúzták, leragasztották, és aztán mondták, menjen Isten hírével viszlát, és akkor majd mennem kell vissza ilyen varacedésre. De egyelőre élek, tehát, hogy... Nem volt egy ilyen hűde nagyon dolog, de a kórházban nem menjen senki. Tehát nekem ez az egy másfél nap mondjuk, amit benn voltam, az nekem bőven elég volt. Tehát, hogy így most nem tervezek a következő 40 évben újra így kórházba menni, úgyhogy... És akkor utána kezdődik a felépülés része, ami ugye hát táplálékbevitellel kell, hogy kicsit megerősödjön az ember szervezete, és akkor történik az, hogy miket lehet enni, miket nem. Na most a kétszer sült és vagy pirítós, kinek hogy tetszik, háztartási keksz, nagyon fontos, illetve a főtt burgonya, vagy krumpli, ez is kinek milyen, melyik országrészbe érkezett, hogyha éppen úgy. Szóval, hogy ez a főtt krumplis, ezt én ezt eszem már most egy jó egy hete. Most már ma ettem most ilyen zöldséget is. Most már tényleg látszik rajtad egyébként. Hogy ezt vagyok esve? Nem, hogy így tehát nem is kell időablakozni, bezeg én hiába időablakozni, ami hagyjuk mindent. Ne, inkább időablakozzál, vagy inkább nem, vagy inkább legyél kicsit de attól szélesebb, mint... Porzasztó dagat vagyok, na mindegy, hagyjuk ezt most. Hogy kórházba menjen az ember. Szóval, hogy ezek vannak most, és akkor már ilyen tejtermékeket is fogyasztottam, sőt, ma már elfogyasztottam az első kávémat is, mert ugye az sem nagyon hihetlen lehetett. Úgyhogy itt szépen lassan épül föl visszafelé a táplálkozásom. Nagyjából ennyi túl lehet élni, mint azt a melléket ábra mutatja. Úgyhogy az, hogy most én a legújabb klinikán voltam, most nem akarok itt belemenni az egészségügy mindenféle rejtelmébe, vagy hogy stb. De hogy az sem, már most az sem néz ki úgy, mint egy vadonatúj klinika. És tényleg, tehát ahhoz képest mindenki előtt le a kalap, aki ott dolgozik, hogy ezt így tudják így csinálni. Úgyhogy nagy respekt mindenkinek. Legyen az orvos, ápoló, beteg, hordó, bárki, aki ottan van. Jó, úgyhogy kitartás nekik mindenképpen. Jó, hát nagyjából ennyi volt a rettentő nagy élményem ezzel kapcsolatban. Most már megyek előre a béke útján, és hát a következő terv az, hogy már hát ilyen április vége, de legkésőbb borfesztiválra én már ilyen alkoholos italokat is tudjak fogyasztani. Tehát egy jó fröccse meg tudja magam kínálni addigra. Mert ugye ez nem úgy van, hogy erre gyorsan elmondom ezt a almapürés példát, ami hát írták, hogy almapürét lehet enni. Nem aznap, hanem hárommal később. Én korábban sikerült az almapürét. Na most az almapüré az hát így Ctrl-C, Ctrl-V fönt be alukít, tehát hogy így ez a semmi pillanat alatt ez gyorsan átszervezte a szervezetet, úgyhogy nem merek még ilyen nagy italozásokba, vagy például, amire így rohadt módon rákívántam, és persze előtte is ehettem volna, meg szoktam is enni, az a lángos. Hát, hogyha valamit nem lehet most ennem, az a lángos, egy sajtos tejfölös lángos fokhagymával, azt már azért bírnám enni. De az nem most lesz sajnos, úgyhogy most még igen. Óvatosan kell dohajkodni. Azt inkább hagyjuk, hogy abból valójában csak a lángos az igazi, mert a sajt se sajt rajta, meg a tejföl se tejföl rajta, de... Hát mindegy. Jó, oké. Okay. Jó. De a fokhagyma az fokhagyma. Egy jó epésnek azért a fokhagyma az se egy ilyen... Így van. Nagy barátja, de hát meg kitapasztaljuk, hogy hogy van, meg mint lehet, és akkor így még tovább. Jó. Na! Úgyhogy első napi rendi pontunkon akkor túl is vagyunk. Jó van. Telefonálgatni is fogunk. Igen, de előtte akkor nézzük meg a tyúkot. Íme minden. Na, Peti, ez nem ez a tegnap előtti tyúk. Igen, az a tegnapi tragi. Vagy a mai tragi. Igen. Na ez már jó. Na így. Jó. Na, okay. Úgy. Hát így. Jó. Most nyertem egyet. Hamarabb voltam, mint nem, valami... szerintem kettőt is nyertél. Igen. 9 perce volt kint, és már csapottam rá rögtön a hüvelykújat, úgyhogy nem volt gond. Igen. Na, szóval akkor a lényeg az, hogy természetesen telefonálunk a mai adásban is, és fel fogjuk hívni azt a csillagász, Szalai Tamást, aki, illetve nem is csillagász, hanem asztrofizikus az egyetemen, de a lényeg az, hogy beszéltünk már vele akkor, amikor a James Webb űrteleszkópot elkezdték, hogy mondjam, útjára indítani, és a többi,
És ez egy ideje már megtörtént, és annyira ideje van ennek a megtörténésnek, hogy azóta már rengeteg adatot, képet, nagyon sok minden érdekes, izgalmas dolgot küldött ide a földre, és ebből Tamás is, ha lehet mondani, hogy csemegézik, tehát egyike azoknak a magyar kutatóknak, akik használják azokat az adatokat, képeket, és a többit, amit ez az űrtávcső, hát nem is a világ végéről, de majdnem onnan küld, és ennek kapcsán szerveznek az Agórában a jövő hét végére egy tudományos előadást, ami tényleg arról fog szólni, hogy mi is ez az űrtávcső, mi mindent köszönhetünk neki, miért jó az, hogy ott van, és egyáltalán... És hogy tényleg vannak-e Jedi lovagok például? Ez azt nem kérdés. Tudom. Mert ugye a Csillagok háborújában láttuk, hogy vannak, de hát ugye, az mégiscsak egy film. Így van. Ez meg egy űrtávcső, szóval, hogy azzal már sok mindent lehet látni. Igen. Én meg fogom ezt kérdezni, már most szólok, hogy jó. Ha valaki erre a kérdésre kíváncsi, az jó figyeljen, mert én meg fogom kérdezni. És valószínűleg Tamás ennek örülni fog, hogy én ezt meg fogom kérdezni. Halló, tessék! Garai Szakás László és Gedzó a Szeged Podcastban üdvözlünk, Tamás. Hello! Hello, sziasztok! Köszönjük, hogy rendelkezésünkre állsz. Mi itt már felkonferáltunk a magunk, béna módján, ez jellemzően rám vonatkozik, úgyhogy úgy körülbelül a nézők, hallgatók tudják már, hogy miért is hívtunk téged most föl. Úgyhogy kezdjük is akkor ezzel a bizonyos jövő heti programmal, illetve előtte nem is magával a programmal, hanem úgy általában az űrtávcsővel foglalkozunk egy kicsit. Ha lehet ilyen szimplán kezdeni, Where's Webb? Tehát hol van most ez a bizonyos űrteleszkóp? Igen, tehát a James Webb űrteleszkóp, ugye, ami mai beszélgetésünk főszereplője, 2021 karácsonyán indult el innen a Földről, és körülbelül egy hónapos út után, 2022. január végén ért el a célállomást, egy Földtől 1,5 millió kilométerre lévő térséget. Tehát nagyon messze van, 4-szer olyan messze van tőlünk, mint a Hold. Tehát ez egy nagyon nagy távolság. Ugye ember soha nem járt ilyen messzeségben a Földtől, csak ember alkotta eszközök. És azért kellett ilyen messzire küldeni, mert az eszköznek, a távcsőnek a nagyon érzékeny infravörös berendezéseit mindig olyan helyzetben kell tartani, hogy se a nap, se a Föld sugárzása ne érje. Ezért ebben a stabil pontban, egy ilyen mozgás szempontjából stabil pontban lehet tartani a Földtől 1,5 millió kilométerre. Ez mindig úgy kell elképzelni, a nap, a Föld és az űrtávcső mindig egyenesen van, mindig úgy mozog, ez a három együttes, és ez teszi lehetővé, hogy az űrtávcsőt még úgy lehessen fordítani, hogy a detektorai, az érzékeny eszközei ne nézzenek a Föld, illetve a nap irányába. Úgyhogy körülbelül szűk 2 éve már ebben a konfigurációban, ebben a pozícióban található, és végzi a rendkívül értékes tudományos méréseit. Na és mik ezek a rendkívül értékes tudományos mérések? Mi mindent csinál? Fényképez, mér, de mi mindent és hogyan mér? És ezeket az adatokat ti hogyan és mire tudjátok felhasználni? Nyugodtan lehet azt mondani, hogy forradalmasította a csillagászatot ez az eszköz. Korábban is voltak már, és most is párhuzamosan a Webbel vannak más eszközeink, más csillagászati eszközeink a világűrben, elég csak a szintén nagyon híres Hubble űrtávcsőre gondolni. De azt lehet mondani, hogy tényleg a technológiai, mérnöki, optikai csúcs teljesítményt, amit jelenleg az emberiség rendelkezésére áll, azt mind sikerült belepakolni ebbe az eszközbe. Mindezen módon nyilvánul meg, hogy egy nagyon érdekes módon nem a szemünk számára látható tartomány van, hanem az úgynevezett infravörös tartományban működik. Ennek az az oka, hogy infravörösben nagyon sok előnyt ki tudunk használni a látható fénnyel szemben. Például keresztül tudunk nézni a csillagközi poron és gázon, ezért olyan részletek is láthatóvá válnak, mondjuk születőben lévő
csillag- és bolygórendszerek esetén, amiket korábban még akár a Hubble űrtávcsővel sem sikerült megfigyelni. Aztán a másik óriási előnye, hogy ennek az infravörös tartománynak, hogy a nagyon távoli galaxisokat, amik az univerzumnak a fiatal korába engednek bepillantást, ezeket is főleg infravörös tartományban tudjuk vizsgálni, és ez nem utolsó sorban olyan izgalmas nyomjelzőket is főleg infravörös tartományban lehet kimutatni, mint mondjuk bolygó légköröknek a molekulái, ami hát nagyon izgalmas lenne, hogyha tényleg sikerülne találni olyan bolygókat, amiknek esetleg a Földéhez hasonló légkörük van, és ilyen szempontból akár életre alkalmas helyszínek is lehetnek. Úgyhogy ezeket a, főleg ezeket a témákat, ezeket a tudományos kérdéseket igyekszik megválaszolni a kutatói közösség a James Webb tárcsi adatait segítségével. Ezek részben tényleg fényképek, tehát ha valakit ez érdekel, a James Webb tárcsi saját honlapján is nagyon gazdag galéria van ezzel kapcsolatban, hogy milyen rendkívül látványos, milyen részletgazdag fotókat láthatunk akár közeli bolygókról, akár távoli galaxisokról. A mérések másik csoportja az inkább csak a kutatói közösség számára értékelhető első körben, hiszen ezek az úgynevezett fénykép felvételek pont ezeket az említett nyomjelzőket tárják föl nekünk, hogy milyen atomi vagy milyen molekulális összetétele van egy bolygó légkörnek, vagy egy csillagközi gázfelhőnek. Jó, beugratós kérdés következik. Jedi lovagokat lehet-e esetleg, ne adja Isten, a távcsővel? Egyszer csak az, hogy belenézott valaki, és ott van egy Jedi lovag. Előfordulhat-e? Hát izgalmas lenne, kétségkívül. Azt kell mondanom, hogy a tudományos programban erre senki nem vállalt garanciát, hogy akár Jedi lovagokat, vagy űrhajókat, vagy egy másik bolygón élő lényeket találhassunk. Egyébként nem a James Webb tárcsai kapcsán, de egy másik űrtárcsai kapcsán olyan szimulációkat végeztek korábban, hogy milyen görbét, milyen fényváltozási görbét látnánk egy távoli csillag esetén, hogyha mondjuk elhalad mellette egy különböző alakú űrhajó, Klingon űrhajó, meg háromszög alakú űrhajó, mint ami a csillagkapuban volt. Tehát azért a sci-fi vonal az nem halt el, abszolút nem halt el. Azt kell mondani, hogy igazából olyan óriási távolságról beszélünk a világűrben, és olyan nagy távolságban aprónak látjuk minden, még egy ilyen csúcs teljesítmény tárcsőre sem remélhetjük azt, hogy ennyire direkt bizonyítékát találjuk akár egy másik civilizációnak, vagy egy másik társadalomnak, de arra mindenképp alkalmas lesz, és ebben nagyon bízik mindenki, és sokan keményen dolgoznak rajta, hogy tényleg akár mondjuk a légköri összetétel szempontjából, vagy a víz jelenlétének a kimutatásával valami információban kapaszkodunk legalább legyen, aztán még az se kizárt, hogy valamilyen módon akár ennél közvetlenebb bizonyítékot is sikerül majd Földön kívüliekkel kapcsolatban találni. Hát oké, bocsánat, csak ezt muszáj volt megkérdezni. Na most ez egy jó kérdés volt. Igen, az köszönöm. Első jó kérdés volt, szeretettel gratulálok. Te mi mindent csináltál már ennek a távcsőnek az adataival? Tehát te vagy egyik azoknak a magyarországi tudósoknak, akik így, hogy mondjam, érdemben dolgozhatnak ezekkel a bizonyos adatokkal. Mi mindenre tudtad hasznosítani azokat a képeket, tényleg mérési adatokat, amiket eddig küldött az űrteleszkóp? Igen, azt kell mondanom, és remélem, hogy szerénytelenség, elfogultság nélkül tudom mondani, hogy ez tényleg egy óriási személyes élmény nekem is, hogy egy ilyen fantasztikus eszköznek az adataival közvetlenül lehet dolgozni. Őszintén szóval a mi témánk, amit innen szegedi közreműködéssel végzünk, az első hallásra talán nem tűnik ennyire izgalmasnak, mint a néhány korábban említett. Tehát mi csillagoknak a pusztulását vizsgáljuk, méghozzá olyan csillagokét, amik az életüket egy nagyon-nagyon nagy energiakibocsátású robbanásban zárják le, ezeket szupernóva robbanásokat hívjuk. És ami igazán érdekel minket, az nem is maga a konkrét robbanás, vagy a pusztulás, hanem az, hogy utána ez a ilyen módon bekövetkező esemény, ez hogyan válik akár később új csillagok, vagy akár új bolygók születésének a segítő generáló eszközévé. Konkrétan arra gondolok, hogy azt vizsgáljuk, hogy tényleg egy robbanás következtében a nagy felszabaduló
energia révén új atomok, új molekulák jönnek létre. Akár olyan elemek, olyan kémiai elemek is keletkezhetnek, ami a csillag belsejében nem, mert ott nem elég nagy az energiahez. Tehát például az, hogy akár itt a Földön is az arany, az ezüst és egyéb ilyen nehéz fémek jelen vannak, ez valószínűsíthető ilyen csillagrobbanásoknak köszönhető, mert jelenlegi tudásunk szerint máshol nem áll rendelkezésre ekkora mértéke energia, hogy ilyen nehéz atomok létrejöjjenek. Mi egy lépéssel itt a szegedi vizsgálatokban még tovább lépünk, én mondom, inkább egy másik szintjét nézzük a dolgoknak, hogy amikor ezek a különböző molekulák, atomok összeállnak már nagyobb részecskékké, szilárd részecskékké, porszemekké válnak, akkor mi történik? Konkrétan ki tudunk-e mutatni porszemcse keletkezést a csillagrobbanásokban, majd meg azért érdekes, mert úgy tudjuk jelenleg, hogy a később a bolygók egy újonnan születő csillag és bolygó rendszerben ilyen porszemecskékből keletkeznek. Hát régen a Föld is 4,5 milliárd évvel ezelőtt porszemekből állt össze. És ennek a folyamatnak a legelejét próbáljuk megfejteni, hogy honnan származik akkora mennyiségű por, csillagközi por, ami elég majd később ahhoz, hogy ottan van a környezetben, mondjuk új bolygók jöjjenek létre. És hát nagyon biztató eredményünk vannak eddig. A James Webb az első olyan tárcsa, ami igazán alkalmas arra, hogy ezt a folyamatot direkt módon vizsgálni tudjuk. Az első eredményeink már szerencsére ki is jöttek, és még folyamatban van néhány nagyon izgalmas publikációt a következő hetekre, hónapokra nézve is. Ami egyrészt saját szempontunkból is nagy öröm, másrészt tényleg azt mondhatjuk, hogy ezáltal itt Szegedet, illetve a Szeged és Magyar Csillagászatot egy nagyon komoly nemzetközi kapcsolati rendszerben sikerült elhelyeznünk, mert ebben a kutatói közösségben, ahol kb. 30-40 kutató dolgozik együtt a világon, vagyunk néhányan Szegedről, nagyon sokan vannak az Egyesült Államokból, vezető intézetekből és egyetemekről, és akár még Nyugat-Európa és Ázsia további országait is említhetem. És ez egy nagyon-nagyon dinamikus, nagyon intenzív kapcsolat lehet, úgyhogy ez a következő évekre is sok jót ígér számunkra. És hát természetesen majd a jövőleti előadásban például majd képekkel és további technikai részletekkel és kulisszatitkokkal is tudom majd ezt a témakört kicsit bővebben illusztrálni. Na, erre akartam rátérni, hogy mi mindenről lesz akkor szó jövő hétvégén az Agórában. Ugye te leszel az egyik előadó, és Barna Barnabás csillagász, a Szegedi Csillagvizsgálóból lesz a másik előadó. Mi mindent, jó, hát a címeket azokat látjuk, tudjuk, azt mi is megírtuk a szeged.hu-n, hogy lesz ez a űrteleszkópa, csillagászattal kapcsolatos este, de mégis mi mindenre lehet számítani tőletek ezen a jövő hétvégi előadáson? Amit így előzetesen tudunk ígérni, hogy amennyire rajtunk múlik, ez mindenképpen egy eseményekben, látványban gazdag este lesz. Ugye ez jövő szombaton, április 13-án este 18 órától indul majd a Szent György Albert Agórában, és így van, ahogy mondtátok, tehát két előadásra kerül majd sor. Az első előadásban Barna Barnabás kollégánk egy ilyen áttekintést ad majd egyáltalán az űrtárcső ötletének a megszületésétől a technikai műszaki kivitelezésen át egészen a projekt elindulásáig. És utána a másik előadásban én magam pedig a tudományos eredmények, az eddig született tudományos eredményekbe adok majd egy kicsit részesebb betekintést, természetesen a saját szegedi vonatkozású eredményeinkkel együtt. És ahogy ígértem, itt olyan részleteket is megosztok majd a közönséggel, ami tényleg mondhatjuk úgy, hogy kulisszatitok, tehát hogy egy kutató hogyan is dolgozik ezekkel az adatokkal, mert ez tényleg nagyon izgalmas, és sokszor azért nem is egyszerű folyamat, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy mi készen kapunk mérésadatokat, képeket elő tárcsolja, és utána már csak illusztrációként be kell tennünk egy publikációba, és már kész is a dolog. Ezek nagyon-nagyon komoly, utólagos elemzést igényelnek, sokszor még magának a kép születésének, a mérés születésének, a technikai körülményt is újra felül kell vizsgálnunk, hogy tényleg minden úgy történt, ahogy gondoljuk. Hiszen ahogy egy korábban Szegeden végzett, és most a
az MIT-n dolgozó kollégánk fogalmazott, egy csillagásznak életbe vágó tudni azt, hogy egy foton az attól, hogy elindult egy csillagból, vagy a világűrön átállított az eszköz, utána az eszközben mit csinált, és folyamatok történtek vele, mire kék vagy mérés adat lett belőle. Hogyha ezt mind vissza kell fejteni, és ez mind kész, akkor tudunk igazán megbízható, és tudományos szempontból is elfogadható, megbízható eredményeket adni. Emellett még, amit szintén igyekszem majd megmutatni, hogy hogyan lehet tényleg ezt a nemzetközi kapcsolati hálóban való munkát aktívan megélni, hogy tényleg mik azok az online lehetőségek, amik segítik ezt a munkát, és az, hogy nekem is és jó pár kollégámnak úgy zajlanak a munkanapja, hogy itt napközben dolgozunk az egyetemen, végezzük a oktatási és egy feladatainkat, és például, amikor nekem az amerikai kollégákkal van megbeszélés, azok rendszeresen mondjuk itten idő szerint este vannak, ami hát egyrészt egy ilyen kicsit néha ilyen elég intenzív munkaperiódusokat eredményez, másrészt nem izgalmas, hogy ma már szinte tényleg semmilyen korlát nincs. Tehát az, hogy az ember itt ül Szegeden, itt van egy számítógéppel, egy internettel, számítógéppel, és teljesen a világ olyan szempontból is kinyílik, hogy élő egyenesben nem csak beszélgetni tudunk ezekkel a világ különböző részén lévő kollégákkal, hanem megfelelő online eszközök segítségével közösen tudunk dolgozni az adatokon egy időben, akár a kárcsődő pályázatokon is, tehát ez egy tényleg hihetetlen dinamikus munkafolyamat, amit még én magam is még pár évezetet nem tudtam elképzelni, hogy ez ennyire úgymond élő lehet, hogy ennyire intenzíven zajlott akkor is, hogyha egymástól sok száz, több ezer kilométerre vagyunk fizikailag. Na hát Tamás, akkor reméljük, hogy tényleg izgalmas, érdekes lesz a jövő heti előadásotok, és hogy sokan fognak rá elmenni, és tényleg mindenféle tök izgi dolgot megtudhatnak magáról a teleszkópról is, meg úgy általában azokról a csillagászati dolgokról, amiket mindketten elmondtok majd az agórában. És hát akkor neked meg azt kívánjuk, hogy minél tovább, minél több izgalmas kutatási eredményt is, és publikációt közölhess az űrteleszkópnak köszönhetően. Ja, egyet hagyj kérdezem már még, bár lehet, hogy ez, hát nem azt mondom, hogy Jedi lovag értékű kérdés, mert olyat nyilván nem tudok, de hogy tényleg így az adás előtt is, meg jó párszor nézegettem már azt a általad is említett hatalmas galériát, ami így a James Webb-nek a képeiből így elérhető, és tényleg bárki nézegetheti. De tehát egy ilyen fénykép milyen gyorsan és hogyan jut el ide hozzánk a Földre? Tehát, ha lehet mondani, kattint egyet az űrteleszkóp, és akkor abból mikor láthatunk képet tényleg abban a galériában, ahova föltöltik ezeket a képeket? Maga a galéria már valamilyen szempontból a pozitív értelmet képfeldolgozáson átesett képeket tartalmazza, tehát itt nem Photoshopra kell gondolni, hanem arra, hogy az eredeti nyersmérési adatok vagy képek, amikre nekünk szükségünk van a korrekt mérési adatok értelmezéséhez, az nem feltétlenül annyira látvány, és nem mutat meg minden részt. Van egy külön csapat, Egyesült Államokban ott a űrtárcsi, az irányító központ, akiknek ez a feladatuk, hogy ezeket a képeket aztán nem mondom, hangolják össze, hogy tényleg a látvány szempontjában nagy különbség számára is teljes volumenükben élvezhetők legyenek, és hát nem csak a nagy közönségek, nekünk is mindig itt elnézést a kifejezésért csorog néha a nyálunk, hogy nem csak én csinálok. Különösen az elején volt az így, amikor senki nem tudta, hogy mire képes az eszköz. Úgyhogy mire konkrétan egy ilyen mindenki által elérhető galériába bekerül, azért az jó pár nap. Viszont ha konkrétan nekünk saját mérési adat, a saját mérési adatunkról van szó, tehát attól a pillanatból kezdve, hogy az űrtársi elvégzi a mérést, onnantól kezdve néhány órán belül ez rendelkezésre áll számunkra. Nem csak azt az időt kell beleszámolni, hogy konkrétan a jel elér a Földig, hanem valamennyi minimális előfeldolgozás már ott a helyszíni szoftverek is végeznek, illetve még itt, amikor letöltik a központban, nyilván megfelelő módon elrendezik az adatbázisokban, hogy a számokra kutatók számára
legkényelmesebb és kényelmesebb módon kezelhető legyen. Visszakanyarodva csak egy rövid mondat erejéig még a jövő szombati program kapcsán. Igyekszünk ezt majd úgy is megmutatni, hogy nem csak az előadások lesznek, hanem lehet majd ott ilyen standos módon kicsit közelből is ismerkedni a technikai részletekkel. Úgyhogy akit ezek a részek érdekelnek, bízunk benne, hogy mindent választ, hogy mindent igény kielégítő válaszokat majd mutatni erre. Illetve azt is még hadd mondja el, hogy ha szerencsénk lesz, és az időjárás is velünk lesz szombaton, akkor azt is megnézhetjük, hogy éppen aktuálisan a saját szemünkkel mit tudunk látni, még egy bizonyos égítésből, és ahhoz képest mondjuk egy tényleg tárcsát mit tudunk megmutatni. Oké is. Figyelj, azonnal hívjál, hogyha van valami UFO, vagy Jedi lovagot láttok, jó? Léci, köszi. Jó, ti lettek az első. Város lefoglalhatjuk ezt a jogot, hogy amikor erre sorra kell, akkor kizárólagos jogot ott lesz. Jó, szerintem várunk rá egy ideig, úgyhogy türelmesek leszünk, de szabadon fogunk. Mindenképpen. Jó van. Okay. Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és akkor... És akkor jövő héten mindenki menjen a hétvégén az Agórába, mert tényleg jó lesz ez a Jameson-es előadás kora délután 13-án. Így van. Szalai Tamás, köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük. Ciao. Hello. Na, köszönjük szépen. Egyébként simán érdemes megnézni, hogy így az ember beüti ezt, hogy James Webb űrteleszkóp. Igen. Így van, és akkor megnézi ott iszonyat képek. Tehát, hogy ezt én nem is tudom azt... Biztos azt úgy kell valahogy kezelni, mikor az ember egy ilyen dologgal foglalkozik, hogy ezt így ne gondolja annyira túl, vagy nem tudom. Szóval, hogy én biztos vagyok benne, hogy önmagában az a tény, és tudunk ilyenekről, akik tudósok belehűltek ebbe, hogy aki az űrt kutatja, hogy így gondolnád, hogy egyszer csak valamikor nagyon messzire elmész, akkor ott van valami, de aztán még tud tovább menni. És amikor még odaérsz, még akkor is tovább menni. Igen, és akkor egy kis emberke kapcsolgatja a lámpát föl le. És akkor nincs ottan a végén semmi. Vagy hát nem tudod, mert nem tudod, hogy hol a vége. Szóval, hogy ez így, nekünk, akiknek tudjuk, hogy van egy szoba, ott van egy ajtó, hogyha elmegyek odáig, és nem nyomom le a kirincset, akkor neki megyek. Tehát, hogy így vannak ilyen bizonyos határaink, ahol be vagyunk itt szorítva. Ez meg így teljesen elképzelhetetlen. Legalábbis nekem, hogy ez így olyan messzire van, hogy olyan nincs is. És akkor azonnal küld egy képet, és az még annyi idő, mire ideér, és akkor azon a képen, ami ott látunk, ő még sokkal messzebbre elfényképezett, és így, tehát gyakorlatilag ez már ilyen tényleg felfoghatott, legalábbis nekem. Tehát ez ilyen, tényleg, hogy nincs valahol, azt gondol az ember, hiszen mi így szocializálhatunk, hogy valaminek egyszer csak vége van. Ennek, ha megiszom, akkor vége, nem lesz benne több. Valahol az úgy van. Van egy vége neki. De hogy ennek meg így nincs vége. Szóval, hogy ez nem tudom, biztos, hogy ezt el kell engedni, hogy így az ember ezen filozgasson, de nem tudom. Nem tudom, én biztos megháborodnék ezen. Jó, oké, és utána mi van? Hát nem tudjuk az, még. Az, igen, nyugodjon meg, nyugodjon. Szépen pihegesél. Igyon egy, nyugodjon meg, igyon egy kávét. Jó. Na, úgyhogy akkor ez jövő héten létezik ez a történet, úgyhogy akit érdekel. Megmondom simán csak, hogyha nem is az eseményre mennek, hanem csak így megnézegetik ezeket a fényképeket, már az ad egy olyan felest, hogy így van. Nagyon durva, tényleg. Jó van. Akartam beszélni egy két mondatot, mert ott jöttem el a tegnap a Oskola utcán. Van az égő arany felirat, ki az, aki emlékszik rá, hogy nézett ez ki régen. Te emlékszesz rá, hogy az ott égett is? Föllül. Ott a, ilyen, igen, a kis lángocska, ilyen... és akkor pirosos. Így van. Hogy az ottan égni fog? Mert hogy ugye ez... Hát felújítják, úgyhogy szerintem én azt gondolom, hogy igen. De hogy ez nem olyan lesz, mint az árvíz emlékműnél, hogy egy olyan hatású, mint... hanem rendes is. Tehát, hogy felmászik oda valaki, és akkor mindig így belobbantja a szondot? Hát gondolom alulról lehet bevezetni egy csövet, nem kezdve menni, hogy öntözgessék. Pedig ez mekkora szakmai kihívás lenne, gondolj vele. Igen, minden nap oda támasztasz egy létrát. Igen, és mi a dolgod? Nagyon szükséges. Hallod, ez égő arányát csinálom ezt a... Minden nap főkemények, az beleköntönöm ezt a rohatolat. Ezt nem tudták meg kitalálni, hogy valamit alulról. Azt azért adnám. Na jó, mindegy, szóval, hogy én erre még emlékszek, amikor még ott a 80-as években, hogy ez ottan történt. És ez olyan tök jó flash volt, úgyhogy remélem, hogy lesz egy ilyen tényleg egy ilyen igazi láng, mert hogy ugye gyakorlatilag én azt olvastam a Szeged.hu cikkébe, hogy ez 72-ben, amikor így megtalálták az olajat annak a... az miatt építették, igen, ezt jól, és akkor ugye ott az egy presszó volt, vagy cukrászda?
Mindjárt mondom. Hát, Igor Arany Presszó. Hát a Presszóban jól lehet. 70-es években, 80-es években gyakorlatilag bementél a cukrászdába, te megetted az islert, apa meg a kevertet megitta, és akkor... És így. Ez volt a Presszó. Igen, így van, tehát na. Oké, szóval, hogy ez itt most így megcsinálódik, és akkor remélem, hogy az ilyen úgy is fog majd kinézni, hogy ott az frankon rendes lángaig, mert hát az attól lesz majd tök menő. Nyilván rohadt környezetszennyező, meg így nem biztos, hogy megéri ez, de lehet, hogy ilyen vasáros ünnepnapokon azt, hogy begyújthatnák rendesen. Na jó, szóval aki arra közlekedik, az látja úgyis azt, hogy ott az van. Azt tudjuk, hogy ez mikorra fogott elkészülődni? Van erre valami végső nem megy opció? Fejből. Hát most így szépen már föl van állványozva, meg tehát, hogy mondjam, elkezdik nem azt mondom, hogy szétszenni, de szóval érted. Hát igen. Tehát így megcsinálnak rajta mindent, amit meg kell, aztán egyszer majd csak készen ez, de ez most így nem megy fejből sajnos, hogy de Zsuzsi nem írta? Nem láttam otthon, hogy... Akkor lehet, hogy azért nem írta, mert hogy nincsen ennek még így pontos végdátuma. Jó van, úgyhogy, hát ez... Úgyhogy elkezdték, csinálják, aztán majd látjuk, hogy tényleg mikorra és hogyan. Minden esetre először azt hiszem, hogy csak simán leszerelik onnan, de aztán utána, amikor már olvastam a cikket, akkor már láttam, hogy ott az ottan menni fog az... Egyébként ezek tök menők, nem tudom kinek mennyire van meg ezek a csemege fölírat meg. Mi volt még régebben? Hát igen, voltak ezek a neon dolgok szerte a városban. Hát tehát ha már csemege, tehát a Kárász utcának a sarkán, ahol most ugye a banképület van, ott, igen. Ott ez a pont klasszikus csemegés dolog, ez így látható volt. Meg hogyha jól emlékszem, akkor szintén a Klauzál téri épületeken ott fölül is volt valami ilyen nem neon reklámszerűség, de valami ilyen talán OTP reklám, de nem vagy benne 100%-ig biztos. Tehát ilyenek így voltak. Aztán ezek ugye így eltűntek, mert hát eltűntek, de tényleg ez az égő arany, ez így szerencsére megmaradt, és ezek így igazából érdemesek arra, hogy szépen felújítva valóban megmaradjanak az utókornak, mert egy olyan építészeti, urbanisztikai, kultúra és várostörténeti emlék, amit akkor, amikor ezt megcsinálták, ez iszonyatosan trendi, modern és minden volt, mostanra pedig ilyen szép emlékké nem esedett, és annak ellenére, hogy már régen nem arról is úgy van szó, hogy korábban azt a fölrakták, de mégis érdemes arra, hogy ez így megmaradjon. És, igen, és nekem mindig kérdés egyébként, bocsánat, hogy így beleszólok, csak hogy nekem mindig kérdés az, hogy hol válik az el, hogy valami már egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, és ez tök mindegy, hogy ez egy rendezvényről beszélünk, vagy egy bármiről, amikor már azt mondod, hogy ez így elfáradt, és már ez inkább legyen akkor konkrétan ez, hogy akkor ez inkább leszedjük, mert már randa, vagy hold le, azt mondjuk, hogy oké, ez mégiscsak egy ilyen jól kinéző valami, csak akkor már ne így legyen, hanem hogy akkor csináljuk meg, és akkor az nézzen ki jól. Szóval hogy hol van a határ, amikor azt mondod, hogy oké, ez már kellemetlen, mert már egy hülyén néz ki. Vagy azt mondod rá, hogy ez tök jó, mert ilyen nagyon avitos, és hát ez jó kérdés, szerintem, hogyha így felújítjuk bármit is, akkor az így, hát nem jó szó ez, hogy újjászületik, de végül is mégis valahogy erről van szó. Nem feltétlenül csak erről a feliratról, hanem minden egyébről is lehet szó. Tehát gondolj például a színre. Tehát annak idején honnan és hogyan indult, és akkor most az egyik legfontosabb nyári fesztivál, és tehát akkor, amikor ez így elkezdődött, és tényleg a 70-es, 80-as években futott és csinálták, akkor így senki nem gondolta azt, hogy a 20. század végén, 21. század elején, meg most pláne így a 2010-es, 2020-as években egy ekkora fesztiválá, és ekkora a igen, de gondolom, ott is volt egy időszak, amikor azt mondták, hogy hát figyelj, jó volt ez így, de hát szerintem hagyjuk a francba. És akkor azt mondták, hogy ne hagyjuk a francba, nem csináljuk. Na igen, azért mondom, hogy hol van az a határ, amikor azt mondod, hogy
nem mondasz le róla, mert nem azt mondsz, hogy hát ez már most basszus, ez nem így működik, vagy ez már így nem jól működik, vagy nem szép, vagy tök mindegy, hogy melyik példára húzzuk ezt rá, de hogy azt mondsz, hogy oké, akkor ez így már működik. Ez egy ilyen érdekes dolog, legalábbis nekem. A másik presszó pedig ki tudja, hogy hol volt? A Korzó presszó. Korzó presszó hol volt? Ahol most a Bohócos étterem van, Kárász utca. Ott a sarkon volt, és ott is ki volt írva, hogy Korzó presszó. Na, ezt nem tudtam. Mutassak egy képet. Tessék. Na tessék, jó van. Tényleg. Ottan volt ki. Nem, nekem mindig is Bohócos étterem volt ott az a helyzet. Tehát én úgy jöttem ide Szegedre először osztálykirándulásokra, aztán meg ugye, hogy ide jöttem egyetemre, és aztán itt maradtam, hogy az nekem ott mindig is Bohócos volt. Igen, a másik ilyen nagy felirat pedig a Szeged nagyáruház sztori. Jó, hát az igen, persze. Az egy ilyen, az egy, na az még, ha valami klasszik, akkor az még az. Na, pocsára. Ja, oké. Illetve mutatunk egy férfit, csak hogy ha már itt ilyen trendek meg, hogy előbb-utóbb visszakanyarodik minden mindenhova, Joe Burrow. Ja, most Mr. Burrow, nagyon jó, igen. Azért ez, tehát hogy amikor ez a 80-as években divat volt ez a Bundesliga sérül. Hát ez a Saarbrücken, Fortuna Düsseldorf. Igen, Rudi Feller, jó napot kell. Hogy akkor ez ilyen, nem tudom, kinek volt, mi magyar válogatottban is volt a, nem tudom, a Dieselnek, vagy a... A Kardos Józsefre emlékszek, akinek valamelyiknek, de hogy hát akkor trendi volt ez, és akkor vágattak ilyen hajat, és ezzel megfordult a világ, ez, hogyha 10 éve egy ilyen hajat volt, itt kiröhögtek, megdobáltak, lepisáltak, de most meg ime a férfi, amerikai foci irányító. Tessék, ilyen, ez lesz a menet. Csodálatos, azt kell mondjam. Tetszik. Akkor így már átértünk Amerikára, és akkor is sportolunk? Igen, egy picit átérünk, akkor így nem tudom, hogy átvezetem. Már most jó, oké. Jó. Mi legyen, baseballozol? Hát, baseballozhatunk is, de azért még akarsz valamit amerikai focizni. Mit szólsz ahhoz, hogy Dixet elviszik? Stefan Dixet elviszik Houstonba, elcserélték ki mindenféle pikkeké, majd lehet választani drafton. Hát ugye ő egy elkapó, egy elég jó elkapó, mondjuk már 30 év körüli van, 30 körül van már, azt hiszem a srác, és akkor az történik, hogy hát elkapóban már ez nem volna baj. Azt beszéltük az egyik ismerősöm, hogy jó lenne, hogyha az a fiúk, aki a 4-22-t futott a 40 yardon, azt elhozná a Buffalo. Egy ilyen rakétaseggűben így szerintem kiegyeznénk, hogy oké, Stefan Dix mégiscsak egy ilyen legendary csávó, mert tényleg így a meccsek előtt hogy kiment mindig labdázgatni a gyerekekkel, meg mit tudom, tehát tényleg egy ilyen tök jó fej figura ez a Stefan Dix, csak hogy így hát, én kicsit ilyen ambivalens nálunk most Buffalo Bills-be a helyzet, hogy az edző azt mondja, hogy már pedig jó kell játszanunk, és az NFL ez nagyon kemény, és nem is az a lényeg, hogy bajnokok legyünk. Ott az egy ilyen kérdés, hogy akkor mi a lényeg? Végig faszának csináljátok. Illetve a GM meg azt mondja, hogy hát azért kell adni a Stefan Dixet, hogy nyerjünk, mert hogy az lesz a cél. Kicsit ilyen ellentmondásos, de hát jó, majd látjuk, hogy mi a helyzet. Én bízom abba, hogy jönnek a fiatalok, mert az mégiscsak azért fiatalok játéka, mint a Kincaid, aki most ugye a tight end, és most másodéves lesz, és tök jó összhangban van a Josh Allen, az irányító, úgyhogy remélem, hogy lesz jó elkapó, így is vannak már, van egy pár, aki már aláírt. Nagyon bízom benne, hogy jó lesz aztán. De hát az a bajom, hogy elnézve már csak magát abba a divízióba, vagy azért, hogy a Miami még milyen embereket szedett össze, meg hogy ott az csúnya lesz. Viszont a másik férfi, a Kansas-es Lamborghini-s fiúka, egyen meg, az mekkora forma, nem? Tehát, hogy annyira hülye vagy, sok pénzed van és hülye vagy, ez a legjobb kombináció. Kibérelsz egy Lamborghini-t. Mert hát az mégsem veszed meg, mert minek kettőst a francnak. És akkor csinálsz vele egy ilyen nagy tömegbalesetet, teljesen hülye módon, természetesen, és akkor mit csinálsz? Mert ugye okos vagy, ez ott. Bravo, köszönjük szépen, többet nem kell jönni. És akkor most valószínű, hogy jó, el is tiltják meccsekről, meg mit a pénzbírság, meg szóval teljesül. Hogy legyél hülye, nem? Tehát, hogy ez miért kell csinálni? De tényleg. Elszaladás a zsedi a történetben. Tehát az, hogy kibérli a Lambót, az oké. Okay. Tehát idézőjelbe téve az is oké, okay, hogy balesetezik veled, de aztán fogja, és akkor elszalad. Hogy? Barátom, ne legyél hülye, szerinted nincs azon a rendszám? Vagy hogy gondolt, hogy elbújok a bokor mögé, és akkor nem vesznek észre, vagy mi lehet? Édes Istenem, szóval. Csodálatos. Merész a játék.
Oké, ő baseballozunk egy kicsit. Na jó, akkor baseballozunk. Két valami férfit mondták. Illetve, igen, hát az egyik az, hát hogyha már haj, akkor kezdjük vele. Csak várjál, na most jófőkészületlen voltam, mert már kitehettem volna ide. Itt van, tessék, Ronald Brankóról van szó, aki a Houston Astrosnak a dobója, és azon túl, hogy hát milyen legyen az embernek afroamerikaiként a haja, ha nem szőkített és ilyen apróra font. Na mindegy, a másik fontos kerék szintén látható rajta, a csodanyaklánc, ami hát, hogy mondjam, tehát ugye megírtuk azt is, hogy Hernádi Zsolt az micsoda fizetésemeléseket, 368%-os fizetésemeléseket, és milyen apró pénzeket szed össze a Molnál és a környékén. Hát, hogyha valamire el lehet költeni ezeket a pénzeket, akkor a e-fajta nyakláncokra, mint ami a férfi embernek a nyakában van. Na mindegy, de nem is ez a lényeg, tehát az így hozzátartozik az amerikai major sportokhoz, hogy tehát ott a sportolóknak, azoknak hát vagy összetörik a lambót, és akkor elszaladnak, vagy ilyen szépen néznek ki. De hogy... de tényleg, tehát, hogy az még a baseball még azt mondom, hogy ott még nincs olyan nagyon kontakt, de a legjobb az, amikor az amerikai focistáknak van ilyen iszonyat fuxuk, meg mit tudom, milyen szírszarok rajtuk meccs közben. Igen. Utána meg szedi össze az hülyéje, mert neki szaladtak 80 kilométerről. Tehát ők is csinálják ezt, hogyha oda kell csúszni a bázishoz, és akkor pattan szét a nyaklánc, minden ilyesmi, utána van a gyémátoknak a keresése. Na mindegy, nem az a lényeg, hanem az, hogy Mr. Blanco az sportértékileg is értékeltő teljesítményt nyújtott a Toronto ellen, ugyanis övé az első no-hitter ebben a szezonban, ami azt jelenti, hogy úgy dobta végig mind a 9 inninget, hogy egyszer sem ütöttek ellene. Tehát ez, hogy mondjam, hirtelen nem is tudok más sportákból hasonlatot mondani, hogy ez mekkora teljesítmény valójában. De a lényeg az, hogy hát nem tudom. Mint hogyha mondjuk egy kapus, vagy tehát egy csapat mondjuk, egy foci csapat mondjuk olyan 6-7 meccsen át nem kapna gólt. Tehát ez körülbelül akkora teljesítmény tud lenni. Borzasztó rossz a hasonlat, de csak hogy... Úgy, hogy nincs kapusuk, és csak egy védőjátékos van. Nem azért, és ez nem, a védőjátékos az a... Nem azért, nem teljesen így van. De szóval, tehát csak hogy értsük a nagyságát. Tehát no-hittert ütni, vagy no-hittert dobni, az tényleg egészen csodálatos teljesítmény egy dobótól a baseball ligában. Legalább ilyen csodálatos teljesítmény az, amit viszont a másik férfi ember, a Bryce Harper csinált. Ő a Philadelphia első bázison játszó ütője, és tehát most úgy van a sorrend a Philadelphiában a híres sportolóknál, hogy a Joel Embiid, a Bryce Harper és a gazdag Daniel, tehát így jönnek sorba a népek. De tényleg, tehát ha jól emlékszem, az Embiid visszatérésén ő meg gazdag volt azon a nevezzük képeslapnak, be ez ugye baromság, de hogy ilyen jó kívánságot, hogy végre Joel, megjöttél, hajrá, drukkolunk, és a többi. Tehát aha, volt valami ilyen kedves aranyos üzenet, és akkor ő állt ott a gazdaggal összefotózva egy ilyen egy szóval ilyen helyi menő. Igen, de nem csak menő, hanem, hogy mondjam, tehát legalább annyira menő sportteljesítményileg is, mint a Blanco volt a Toronto ellen. Ő várjunk ki ellen is. Ja, itt van a Cincinnati Reds ellen alkotott nagyot, ugyanis azt csinálta a Harper, hogy négyszer állt oda ütéshez,
és ebből három home run-t csinált, és a harmadik home run az ráadásul Grand Slam lett, ami azt jelenti, hogy mind a három bázison álltak már kint, és úgy ütötte ki home run-ra a labdát, és akkor az ugye értelemszerűen 4 pontot jelentett a csapatának. Csak hogy szintén így értsük ezt is, ez körülbelül olyan, mintha hát... golfba cson nélkül elsőre beleütnéd a labdát. Körülbelül igen. Vagy mondjuk Messi odaállna háromszor a szabadrugáshoz, és akkor mind a három alkalommal ugyanúgy a bal felső sarokba lőni a labdát. Tehát így... Tehát az mondjuk az apusnak kellemetlen. Ezek lehetnek így... emberünk négyszer lendített összesen azon a bizonyos meccsen, és mondom, ebben háromszor úgy talált el a labdát, hogy az home run lett. És egyébként eddig ez a három home run-ja van ebben a szezonban. Oké, hogy ilyen őrületesen nagy mérkőzés szám még nincsen, hogyha jól emlékszem, de mindjárt megnézem pontosan. És akkor nem is kell emlékeznem. A Philadelphia az 6 meccset játszott eddig, és ezen a 6 meccsen van ez a három homránya, pontosabban ez az egy meccsen volt ez a három homránya, amivel meg is nyerték azt a bizonyos mérkőzést a Cincinnati ellen. Úgyhogy ha már egy amerikai sportok meg baseball, akkor ez a két teljesítmény ez így erre a hétre, ez így mindenképpen így említést ért, úgy gondoltam. Helyes. Közben ugye zajlik az amerikai kosárlabdázásos történet is, amiből hát van. Az van, hogy én így folyamatosan mellé lövök, mindig elmegy egy meccsem a tipmixem. Ilyen 200 forintokat fogom erre áldozni erre a dologra. Na most azokat, amiket én megtettem, ugye Cleveland és Clippers, ők még bent vannak mind a kettő rájátszásban. Persze, benne is lesznek. Meg úgy néz ki, hogy úgy lesznek bent, hát a Cleveland az bőven. Hát annyira nem bőven még. Na, maradjunk egyiből, hogy valószínűleg mind a kettő egyeneságon lesz benne a rájátszásban, és nem kell ezen a play-in turnamenten részt vennie. Így van, viszont már vannak biztos kiesők, ilyen például a Memphis, akik, hát ugye... Őket te szereted, nem? Hát nem volt az, most is nyertek meccset. Tehát, igen, kettőt is egymás után, úgyhogy már 26-szor győztek. Úgyhogy igen, úgyhogy fixen tudjuk, hogy ezeknek ennyi. Tehát, hogy lejátszak az alapszakaszt, azt mehetnek nyaralni, tehát itt nincsen gond. Ugye csodálatos Ja Morant, aki miután el volt itt, vagy 25 meccsre visszajött, mert lesérült. Hát a másik okos, tehát, hogy a pisztolya hadonászom marhája. Viszont... Szóval nem tudom, hogy mekkora csúcs. Boston most így 60 győzelemmel áll. Tehát ez igen, valami... és így gyakorlatilag menj át a bajnokságot, az alapszakaszt. Ez most már így egyértelmű. Tehát nem tudják, hát keleten végképp nem, de nyugaton sem utolérni. Tehát hogyha a Denver vagy a Minnesota megnyeri az összes hátra lévő 6 meccsét, akkor is csak 59 győzelemig jutnak el. Úgyhogy az már biztos, hogy a Boston az megnyerte az alapszakaszt, és hogyha végig mennek a rájátszásban a főcsoport döntőig, akkor biztos, hogy ők kezdik otthon a na, akkor erre mondja valamit, hogyha a Boston ilyen baromi jó megy, akkor valószínűsíthető-e, hogy ők ezek a döntőt is, és meg is nyerik? Hát, hogy keleten van-e nekik bárki, aki ebbe beleszólhat? Hát elvileg egy valaki szólhat bele, Mr. Butler, a Miami-val. Meg azt mondják a mindenféle szuperszakértők, hogy a rájátszásban azért a Boston képes elidétlenkedni az egész történetet. De hogyha... Tehát így az alaphelyzetet nézzük, ami most így látszik az alapszakasz végén, akkor igazából ennek a Bostonnak ilyen a rájátszásban maximum olyan 2 meccset illene buknia. Uh-huh. De tehát hogyha a söpréssel mennek végig, azon se lehetne csodálkozni. Aztán majd látjuk, hogy
tényleg okay. Mi lesz a... Oké, okay, akkor még egy kérdés. Az alapszakaszban ugye még nyugaton még bármi változhat, tehát ott lehet Denver is, meg Minnesota is. Meg még Oklahoma is. Oklahoma is lehet még a csoport első, vagy hogy is mondjam, hát igen. Igen, nyerhet meg a konferenciát, így van. Így van. Ugye az a kérdés, hogy a döntőt a két első, tehát a konferencia első helyzetje játsza-e szerinted? Teljesen mindegy, hogy ki lesz ott, tehát a Minnesota akkor... Nem lennék benne biztos. Na. Tehát a nyugat az ebből a szempontból nem. Tehát ott még a play-inbe tempózó csapatok is, ott ugye most a Phoenix, Sacramento, Los Angeles, Golden State van. Ki akarna bármelyikkel is. Szóval tehát a nyugat az egészen félelmetes. Tehát az, igen, az ott egy másik, valahogy az más kávéháznak tűnik, mint a keleti oda. Oké, időben már pont annyik vagyunk, hogy jók vagyunk. Akkor jó, akkor hagyjuk abba ezeket a sportolásokat. Vasárnap még lesz itthon első mérkőzés a Guardiansnak, ez csak úgy zárója ebbe, hogyha valaki szeretné, ingyenesen látogatható az esemény. Na tessék, te ott leszel, fogadjunk. Én ott mondom be a mikrofonba, hogy jó napot kívánok mindenkinek, ittem, hogy ugyanezt mondom, csak ott egy kicsit más, több amerikai foci lesz, mint most itt. Értem, és vizet is iszol ott is? Vizet is fogok vinni magammal, sose lehet tudni. Jó, úgyhogy köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, jövő héten is jövünk, kedves egészségére mindenkinek. Én van, én így csókolom. Szervusztok, hosszú és eredményes életet. Hello!